Pintér Szilárd polgármester beszédében kiemelte, reméli, hogy a jövőben egy szoros együttműködéssel fejleszthetik a várost. Azt gondolom, hogy ez a szerencsés helyzet állt elő Dombaváron, hogy tovább tudjuk folytatni a munkát, így nem lesz benne törés. Nyilván most jön a nyár, tervezett szabadságokat kivesszük. Nagyon fontos, hogy mai nap ezeket a megbízó leveleket át tudtuk venni, hiszen ez Dombavár szempontjából egy lényeges nap volt, amit azért is szeretnék kiemelni, mert nem csak a helyi önkormányzati képviselők kapták meg, hanem a nemzetiségi önkormányzat képviselői. Német nemzetiségi önkormányzat tekintetében a partnerség meg volt eddig, továbbra is meg fog maradni, és náluk Isten igazából személyi változás sem történt. Ami változást fog hozni az életünkben, hogy a horvát nemzetiségi önkormányzatnál három új képviselővel tudnak benne alakulni, remélem, hogy újra tudják önmagukat éleszteni, és tartalmas programokat hoznak el a dombaváriak számára. Sajnos félúton menet közben a roma nemzetiségi önkormányzat elfogyott. Azok a személyek, akik most megválasztásra kerültek, megítélésem szerint biztosan garanciák arra, hogy ez még egyszer nem fordulhat elő, hogy az előttünk álló ciklus 2024-29-ig sikeresen végig tudják vinni. Nyilván nem októbertű tervezünk, ezek a tervek 19 óta folyamatosan készülnek, elkészültek. Abban szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a szó szerint a tervek megvannak, a pályázatokat kezdjük beadogatni, és reményem szerint a források is végre elindulnak az unióból, és Dombaváron sikeres fejlesztéseket tudunk végrehajtani az előttünk álló időszakban. Alapvetően az úthálózatot szeretnénk első körben teljes mértékben felújítani, erre 1,5 milliárd forintot lesz szerencsénk megítélésem szerint elkölteni. Szállásrejtító felújításának a tervei elkészültek, pályázatot a napokban be tudjuk adni. Szigeterdőnek a tervezése elkészül, szintén már csak nagyon-nagyon rövid idő kérdése, hogy a pályázatot be tudjuk adni. Intézményrendszerünket szeretnénk felújítani, iskolákat, óvodákat, hiszen azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy érezzék az emberek, hogy a gyerekeik biztonságban vannak, megfelelő infrastruktúrális körülmények közé tudnak menni. Természetesen továbbra sem mondtunk le a sportcentrum megépítéséről, hiszen ott már a kiviteli tervek ott vannak a minisztériumban, gyakorlatilag arra várnak ott is, hogy a kormány döntése alapján a forrás rendelkezésre álljon, és a beszerzési eljárást állásolja a kivitelező tekintetében. Azt gondolom, csomó feladat áll előttünk, készen állunk rá, és nagyon remélem, hogy ezzel a csapattal sikeresen ezt végre is tudjuk hajtani. Horváth Józsefné kifejtette, azon fognak dolgozni, hogy a pályázatok megvalósuljanak. Először is nagyon örülök, hogy mind a 8 körzetben nyertünk, és Pintér Szilárd maradt a polgármesterünk. Köszönjük a dombovári szavazóinknak, támogatóinknak, és üzenem innen a többieknek, akik nem ránk szavaztak, hogy értük is fogunk dolgozni az elkövetkezendő 5 évben. Viszont a hátralévő időszak az még ugye nekünk feladat, még vannak dolgaink, testületülések lesznek, és akkor októbertől újult elővel fogunk dolgozni Dombovárért. A saját körzetemből beszélve, Szuhajdom, ez nagyon-nagyon problémás, mert a sok eső miatt komoly feladataink vannak, tehát én azt üzenem minden fent a választóinknak, hogy Szuhaj következik. Viszont vannak olyan terveink, olyan előkészített projektjeink, amelyek ugye most a jelenlegi gazdasági helyzet miatt abban maradtak, bízunk benne, hogy ebben változás lesz, a nagy terveinket meg tudjuk valósítani. Újabb tervek, van egy 7 éves terve Dombóvárnak, amelyben egy nagyon komoly fejlesztés minden szinten, akár most a Szuhaj sportcentrumtól kezdve, amelynek ugye felújítása nagyon-nagyon aktuális, az én körzetemről beszélve, de azon kívül itt a városban nagyon sok helyen a járdákat, akár most Kertvárosról, vagy Báró Dombóvár, bármely területéről beszélhetünk, a járdák, az utak állapota az nagyon rossz. Ez az egyik legfontosabb, hogy olyan város legyen, ahol a dombaváriak szeretnék élni és boldogulni. Majlát László, a roma nemzetiségi önkormányzat megválasztott képviselője elmondta, az oktatás színvonalát szerették növelni, segítve ezzel a hátrányosabb helyzetű gyerekeket. Most állítjuk össze a tervet, hogy őszintegyek, még ugye mostan van az, hogy tényleg hát bekerültünk és megnyertük a választást. Ugye ehhez kell az önkormányzat segítsége is, programot, éves programot felállítjuk, igen, meg fogjuk csinálni, de ez még odébb van. Régen is, amíg én 16 évig voltam itt a kisebbségi önkormányzat vezetője, illetve egy alapítványnak az elnöke, ami most is létezik és oktatással foglalkozik, ezen továbbra is az elnöke vagyok, de
ugyanazt szeretnénk folytatni, amit abban az időben, 2012-ben abba hagytunk, lényegében gyerekekre van a hangsúly, inkább az oktatásra. Szeretnénk egy önálló iskolát, ami nem olyan oktatást, hogy reggeltől estig, hanem mikor végeztek az általános iskolába, elgebédeltek, akkor átjönnek, ugyanígy volt régen is, és felzárkóztatás. 5 gyermeknél van 1 tanár. Tehát így hatékonyabb a felzárkózás. Abban az időben, amikor ezt csináltuk, akkor a cigány gyermekeknek az átlag jegyei 4,2 volt. Most 2,4, miután abba hagytuk. Tehát ezt szeretnénk visszaállítani, és abban az időben nagyon sok egyetemistánk volt, főiskolánk, nagyon sok szakmát tanultak. Természetesen segítettünk nekünk, úgy az alapítvány, mint a kisebbségi önkormányzat, a nagy önkormányzat is segített, és ezt szeretnénk visszaállítani most is. Távollétüket 4-en jelezték, így ők majd egy későbbi időpontban vehetik át a megbízó leveleiket.